Sajtótájékoztató keretein belül ismertették az idei Csíplek Kalocsa Fesztivál program kínálatát. A szeptember 9-től 11-ig tartó háromnapos rendezvényen számos kulturális és gasztronómiai programmal találkozhatnak az érdeklődők. Zsikó Zoltán, a Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, örömmel vágtak bele a feladatba, hogy megrendezzék a térség egyik legnépszerűbb eseményét. És ez az első olyan év, amikor különböző korlátozásoktól mentesen tudjuk ezt megtenni, és alapvetően nem nehezített pályán, mint amit a Covid sajnos ránk rótt. Nagyon-nagyon színes programokkal készülünk, és rengeteg program lesz ezen a három napon látható és hallható. A háromnapos rendezvényen Kalocsa két hungarikumát, a fűszerpaprikát és a népviseletet, illetve az ezekhez kapcsolódó kultúrát is igyekeztek kidomborítani a szervezők. Hagyományőrző egyesületek, népdalkörök előadása is színesíti majd a kínálatot, de a szokásokhoz híven megrendezik a főzőversenyt is. Szombati napon reggel 8 órakor indul majd a főzőverseny. Baráti társaságoknak, civil szervezeteknek, egyesületeknek hirdettük meg ezt a főzőversenyt. Tulajdonképpen az egyetlen kritérium ezen a főzőversenyen az, hogy nagyon jó minőségű helyi paprikával kell az ételt elkészíteni. Ezeken kívül kézműves vásár, gasztrokert és vidámpark is várja a kilátogatókat, illetve péntek és szombat este is két neves hazai sztárfellépő gondoskodik majd a jó hangulatról az érsekkertben elhelyezett színpadon.